November 22-én ismét díjazzák a megye kiválóságait a Prima Gálán. Idén már 14. alkalommal adják át az elismeréseket a megyeházán. Köszöntöm a stúdióban Comba Csabát, a VOSZ megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kevés stabil dolog van manapság az életünkben, de úgy tűnik, hogy a Prima és a Prima Primissima tartja magát a díjalapító halála ellenére is. Természetesen, hát ez a sajnos, hogy elnök úr meghalt, Demján Sándor elnök úr a tavalyi évben, de a VOSZ elnökség döntés értelmében a Prima díjakat ezt továbbra is ki fogjuk osztani minden megyében, nem csak Szabolcs megyében természetesen. Ez maradt teljes mértékben a VOSZ-nak az égisze alatt, a VOSZ-nak a mentorálásával. A Prima Primissima az pedig ugye tudjuk egy pár éve már a Csányi féle OTP-hez került át. Miben látja a sikerét ennek a díjnak, ennek az elismerésnek? Hát meg lehet több oldalról is közelíteni. Egyik talán, amit szeretnék kiemelni, hogy a vállalkozók díjaznak itt kiváló embereket, együtteseket. Azok a vállalkozók, akik a hétköznapokban megküzdenek a mindennapokért, hogy munkát kapjanak, megrendést kapjanak, és ezek a vállalkozók hajlandók áldozni arra, hogy a kiváló emberek a különböző szakterületeken, ebben a 10 kategóriában, amit minden évben indítunk, elismerést kapjanak a vállalkozók által. Ez az egyik a sikerének a záloga, hogy a vállalkozók továbbra is mögötte állnak ennek a rendezvénysorozatnak, ennek a díjkiosztó gálának. A másik pedig, hogy azt hiszem olyan presztízse van, ez is szintén nem csak nálunk, el kell mondjam, minden megyében, az egész országban, hogy várják már egyrészt a potenciális jelöltek, másrészt pedig a széles közönség. Ez minden megyében azt lehet mondani, már az egyik legrangosabb megyei eseményén nőtte ki magát, ahol egy nagyon kiemelt színvonalú gála keretében díjazzuk ezeket az embereket. Ezek szerint a vállalkozók nagyra értékelik a művészeteket, a kultúrát, de amennyire tudom, vállalkozókat is díjaznak idén. Igen. Egy mondatot az előző kérdéshez. Elnök úrnak, Demján Sándornak volt egy mondása, hogy akinek a zsebe tele van, mondjuk ez nem mindig igaz minden vállalkozóra, de akinek a zsebe tele van, akkor a lelke is legyen tele, tehát is adakozzon, tudjon is adakozni. Ez is egy ilyen mozgató elem és rugója ennek a most már nálunk 14 éve működő díjátló gálának. Igen, adunk át minden évben vállalkozói díjakat is. Itt szintén ugye a vállalkozókat sem díjazza különösképpen senki ebben az országban. Létrehoztuk a vállalkozói díjat, az évvállalkozói díjat. Először csak országos szinten került átadásra, majd megyei szinten is. Mi most itt a 8. évben adunk át megyei szinten évvállalkozói díjat, és az országosra is természetesen van jelöltünk, akit el is fogadtak, és ő majd decemberben veszi át. Most 6 vállalkozás, illetve vállalkozó kapja meg itt a megyében ezt a szintén megint nagy presztízst jelentő évvállalkozó díjat. Hogyan történik maga a jelölés? Kik azok, akik jelölhetnek a különböző kategóriákban? A jelölés az több, hogy mondjam, szinten zajlik. Kérünk be intézményektől párat, hogy mondjak például a megyei könyvtár, az egyetem, a rádiók, televíziók, újság, az állatkerttől, várostól, megyétől jelölteket, kaptunk is elég szép számmal az idén, nem mindenkitől kapunk, de most kiemelten sokat kaptunk. A VOSZ elnöksége is jelöl minden évben. Azon kívül van egy 12 fős társadalmi kuratóriumunk, aki szintén jelöl, és ez a kuratórium dönt majd ebből az eléggé bő választékból, volt olyan kategória, ahol most például 6 jelöltünk volt, hogy kik legyenek azok az a 10 személy vagy egyesület, aki majd a díjátadáson részt vesz. Gondolom a jelölések nem csak egy nevet tartalmaznak, hanem valamilyen indoklást is, amivel alá támasztják ezt a jelölést. Hát akiktől bekérünk, de mi is az elnökség igyekszünk mindenkiről összeállítani egy kis életmű leírást, hogy mit tett azon a szakterületen, mit alkotott, milyen egyéb díjai vannak, milyen egyéb elismerései vannak, hol végzi ezt a tevékenységet. Egy elég szép kis dossziényi anyag össze szokott gyűlni, amit aztán ez a kuratórium áttanulmányoz, és ennek alapján kerül majd kiválasztásra a 10 jelölt. Általában hány jelölt közül kell kiválasztani?
kategóriánként azt az egyet. Átlag az 2-3 szokott lenni. Most volt egy kategória, ahol csak egyetlen egy előtt volt, úgyhogy nagyon könnyű volt ott a dolgunk, valahogy nem mondom, hogy melyik kategória, ott csak egy volt, de egy másikban pedig 6 jelölt volt ebben az évben. Milyen szempontok szerint választanak? Hát a szempontok elsősorban az, hogy milyen színvonalon végzi a munkáját természetesen. A milyen szakmai tevékenységet végzett, milyen egyéb elismerései vannak az ő szakterületén, tehát más intézménytől vagy díjakat osztó testülettől kapott-e már díjat, milyen hazai és külföldi munkássága van, mennyire ismert az ő saját területén, mennyire elismert, és tulajdonképpen ez, és fontosnak tartjuk még, bár ez nem mindig első számú szempont, hogy milyen régen végzett a tevékenységet. Adtunk már elég fiatal kezdőnek is, még díjat is, de általában azért, aki hosszabb évig, több évtizedig dolgozott már azon a szakterületen, azokat preferáljuk a díjazásnál, hogyha egy olyannak erő szembe, aki még kezdő azon a szakterületen, vagy kevesebb a munkássága. És a vállalkozók közül, akiket díjaznak, mi a legfontosabb szempont? Hát a vállalkozóknál van egy pár nagyon fontos szempont. Egyrészt lezárt évnek kell lennie, lehetőleg az is 5 éve legalább működjön. Veszteséges nem lett a vállalkozása, a vállalkozó ennek nem lesz semmi negatív múltja, most nem mondjuk olyan csúnya szót, amit ilyenkor szoktak mondani, és mit ért el a saját területén? Tehát mekkora árbevétele van, mekkora, hány ember foglalkoztat, ez nagyon fontos a mai világban, mióta foglalkoztatja ezt a X mennyiségű embert, a munkatársait, milyen cégeknek dolgozik, tehát hogyha mások részére szolgáltatást, vagy kivitelezést, vagy gyártást végez, milyen a hazai, és szintén, ha van, akkor itt kevesebb a nemzetközi elismertség, de nagyon sok cég dolgozik külföldre is. Ezek a fő szempontok, aminek alapján mérlegelünk. Figyelembe veszik-e a társadalmi érzékenységüket, vagy a társadalmi szerepvállalást egy-egy cég esetében? Hát igen, felszokott elismerülni, de ez csak úgy, hogy ha vitás esetek vannak, akkor hozzá lehet tenni, hogy lám ő például a Prima díjat is most, hogy más nem mondjak, és évek óta támogatja. Vagy mecénása valamelyik. Vagy mecénása, vagy valahova más, vagy egyéb más alapítványnak, vagy egy ilyen elesett embereknél jótékonykodik, stb. Ez szempont természetesen. November 22-én kiderül, hogy kik lesznek az idei díjazottak. Igen. Szomba Csaba, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba. Köszönöm a meghívást.